Sziasztok, Kümke vagyok. Ez pedig egy házszemlés podcast adás lesz, illetve tervezői vezetéses is, mert a mai napom az úgy nézett ki, illetve hát úgy néz ki, mert még nincs vége, hogy volt három tervezői művezetésem folyamatban lévő munkáknál, illetve van egy új háznézésem vidéken. Három tervezői művezetéssel már végeztem. Most vagyok úton vidékre, úgyhogy a víznek a zajai beszűrődhetnek, illetve ha debilnek tűnök, az amiatt van, mert a forgalomra figyel elsősorban, és másodlagos a podcast. Az első tervezői művezetésnél ez egy lakóépület bővítés, tehát van egy régi épületünk. A könyvesek most ott tartanak, hogy leszették a régi födémet, új nyílások kialakítására kaptak tőlem, hát jóval korábban természetesen, egy falazási tervet, amin konkrétan a nyílások méretei meg vannak határozva, tehát például egy 90x150-es ablaknál 102x159-es nyílást kell kihagyniuk, ugyanis két oldali 5 centi XPS hőszigetelés plusz a ragasztó, tehát az 2x6 centi szélességébe, illetve azért 159, mert alulra kell szintén 5 centi XPS plusz az 1 centi ragasztó, az 6. Meg az ablakot én szeretem, hogyha méretem felüli párkányfogadója van, ami 3 centi. És akkor így jön össze ez a 159-es magasság. Ezeket kellett leellenőriznem, hogy az új nyílások megfelelő pozícióban vannak-e, illetve, hogy megfelelő méretben lettek-e kialakítva. Nagy részt igen, volt benne egy-két ilyen minimális eltérés, de azt majd javítják a köművesek. A nyílás kialakítása kapcsolatban két észrevételem volt. Az egyik az az, hogy a 360-as erkély ajtónk, nem, bocsánat, 3 méteres erkély ajtó, tehát aminek 312 szélesnek kellett volna lennie, a fölött a köműves sima A12-es áthidalót rakott be, illetve hát ehelyett porotelm gerendát rakott be, aminek levágta a vasalását, de a lényeg az az, hogy fölötte kifalaszta téglával, és ezen a 3 méteren már ettől az önsúlyától behajlott ez az áthidaló. Én elemmagas áthidalókat írtam ki oda, úgyhogy ezt a statikusnak majd vissza kell igazolnia, hogy ez így megfelelő-e vagy nem megfelelő. Úgyhogy lefotóztam, írok róla egy emlékeztetőt, amit a statikus majd megnéz és visszaszól, hogy akkor jó-e vagy nem jó-e. A másik észrevételem az az volt, hogy volt egy régi ajtó az épületen, ami értelemszerűen a padlóig ért. Ennek a helyére én beterveztem egy 30 centis parapettel rendelkező nyílászárót, tehát magyarul ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy van alul is egy téglasorunk, amit a könyvesek pótoltak is, de basszus, nem raktak alá bitumenes vízszigetelést. Tehát 5 darab tégláról van szó, 5 darab modern vászkerámia tégláról, de nem raktak alá vízszigetelést. Tehát ha megnézed a nyílásnak a bal oldalát, illetve a jobb oldalát, ott van az 50 éves tömörtégla falazat, alatta kilátszik a bitumenes vízszigetelés, és ott van az 1/7-es új falazat az 5 darab téglával, ami alatt nincsen vízszigetelés. Na hát ezt azonnal bontandó, oda is hívtam a könyvest, mondtam is neki, hogy ezt kurva gyorsan bontsák vissza is. Ne is rakják vissza addig ezt az 5 darab téglát, amíg el nem készül a szerelőbetonunk az épületen belül és a vízszigetelés, mert azzal együtt ezt össze lehet faszán kötni. Tehát ilyen észrevételek voltak. A második háznál a gipszkartonosnak mondtam, hogy amit felrakott két réteg gipszkartonozást gipszpogácsákkal a födémnek a szélére, egy másfél centis pogácsákkal, azt kurva gyorsan szedje vissza, mert én ezt így nem veszem át. Tehát bal oldalon ott van egy kandallónk, ami folyamatosan majd szárítani fogja a levegőt, mennyezett fűtésünk van, jobb oldalon ott van a konyha, ahonnan pára tud kijönni. Tehát ez a megoldás, hogy gipszpogácsákkal felragasztjuk, ez nem jó. És ráadásul még van 3,5 centink, hogy síkba kell hozni, tehát még egy réteget rá kellene ragasztani, egy 2 centis vastag pogácsával, ahhoz, hogy ez síkra jöjjön a többivel. És akkor össze-vissza van dirib darabokból összehányva, ezt összeglettelni, összebandázsolni úgy, hogy ez ne repedjen szarrá, ez nem, ez így nem fog működni, és ez ráadásul a nappalinak a központi terén van,
mármint tök jól rálátni a nappaliból, úgyhogy ezt mindig is bámulni fogják a tulajdonosok. Én ezt így nem fogadom el, nem veszem át. Gipszkartonosnak az volt a hozzászólása, hogy hát ha kell, akkor ő most fölmegy a létrán, és belecsimpaszkodik a 70 kilójával, és higgyem el, hogy nem fog leszakadni. Mondtam neki, hogy oké, bazd meg, de ez a mostani állapot, de amikor ténylegesen használva van folyamatos páratartalom változásokkal meg egyebekkel, ez nem megfelelő műszakilag. Úgyhogy tessék leszedni, és rakjanak fel fém profilvázat, és hozzák ki sima gipszkartonozással. Erre az volt a gipszkartonosnak a válasza, hogy hát ő ezt így nem tudja megcsinálni, mert nem tudja hova fogadni a direktfüggesztőket, meg minden. Az én szempontomból ez hiszti, mert meg lehet oldani. Oké, mondtam neki, hogy figyelj, akkor nem kell megcsinálni, akkor megcsináltatom mással. Ott volt kint a befejező munkákat, illetve könyves munkákat készítő vállalkozó. Mondtam neki, hogy hát akkor verjék le ezt a gipszkartont, ragasszunk fel 5 centi itongot, azt föl is tudjuk dűbelezni egyébként, és utána az 5 centi itongot vakolaterősítő hálóval telibe tudjuk vakolni, tehát egy homogén felületet tudunk létrehozni ott a nappali felüli falnál. Tehát meg lehet oldani, oké, hogy más technológiával, de meg lehet ezt rendesen csinálni. Aztán voltak még ilyen egyéb gipszkartonozásos dolgaink, amit a megrendelő kért, hogy hát optikailag máshogy szeretné, ha ez kinézne, dobozolások meg egyebek, azokat természetesen átbeszéltük a kartonossal, és meg fogja csinálni, hogy a megrendelő kéri olyan méretben pengefalak, stb. Probléma volt még ennél a háznál a bádogozással, ugyanis az oromfalnak a bádogozása az elég csúnyára sikerült, tehát túl széles lett ott a bádog terem, úgyhogy erre rajzoltam egy csomó pontot a bádogozásra, hogy hogyan szeretném, ha ez kinézne. Más okokból is sajnos vissza kell szednünk azt a bádogozást, tehát nem csak esztétikai okai vannak, ezért ott új bádogozás lesz, de már az én rajzom alapján egy ilyen csökkentett kinézettel, tehát ami nem ilyen drabális bádogozásként mutatja magát, szebben fog kinézni. Ezt ott megrajzoltam helyben a telefonon, átküldtem e-mailben, majd a bádogos röfög rá valamit, és akkor jó lesz. A harmadik ingatlannál eredetileg egy gépészeti átbeszélés lett volna. A gépész aztán beteget jelentett, úgyhogy ő nem vett részt a megbeszélésen. Ő nélküle meg igazából ez annyira nem tudott működni. Így is a villanyszerelővel, illetve a megrendelővel átbeszéltük a strangok helyét, hogy mit tudunk, légtechnikát, egyebet hol tudunk föllevinni a földszint plusz tetőtér plusz részben alá pincézett háznál, tehát hogy a strangok hol lesznek, hová milyen dobozolást kíván majd az álmennyezet. Valamint itt van egy nagyméretű téli kertünk, aminél elsiklottak egymás között az információk, tehát én arra törekedtem, hogy a téli kertet határoló oromfal mindenképpen hőívmentes legyen, a téli kertesek ezt nem vették figyelembe, és úgy gyártották le a téli kert szerkezetet, hogy az 5 centi hőszigetelést a betonkoszorúról sajnos le kellett szedni. Hőívmentesítést azt meg tudom oldani egy 1 centis aerogél szigeteléssel, amit majd berakunk, de az aerogél szigetelést azt nem lehet drive-it ragasztózni, illetve színezni, úgyhogy itt mindenképpen ezt bádogozással kell takarnunk ennek az oromfalnak a téli kert fölötti sávját. Most erre a bádogos természetesen azonnal elkezdett plüszkölni, hogy hát ő erről nem tudott, meg nem tud, meg egyebek, csinálják meg a téli kertesek. Oké, megint elővettem a telefont, leskicceltem az egészet, lemértük ott, hogy milyen méretekről van szó. Ez a skic ment a téli kerteseknek, hogy hát jó lenne, hogyha záróprofiljuk egyben, akkor ennek az oromfalnak az oldalbádogozása is lenne. Hát erre is majd jön valami válasz vissza. Ha ők ezt nem tudják megcsinálni, akkor a bádogos fogja. Itt a bádogos még puffogott egy pár sort, hogy hát a ácsok a cserepezést teljesen megcsinálták, ő nem tudja felrakni így az oromszegét. Nem ezt beszélték meg. Mivel, hogy a kivitelező hozta a ácsot is, meg a bádogost is, ezt majd ők szépen egymás között leharcolják, hogy kifizeti ki a plusz munkát, hogy leszedik a cserepezést, meg egyebek. Ez minket, tehát engem, mint tervezőt, illetve mint megrendelőt nem szabad, hogy érdekeljen. Oldják meg egymás berkein belül, plusz költségek nélkül. Tehát itt ez a lényeg, hogy a megrendelőnek emiatt nem lehet kiszámlázni plusz 2 napot, mert hogy vissza kell szedni végig a cserepet, aztán a bádogos után meg vissza kell
tenni megint csak a szélén lévő cserepeket. Itt valamit elbeszéltek egymás mellett, elkommunikáltak, így jártak. Na, és akkor a házszemle. Egy új építésű házat kell megnéznem vidéken, aminek megkaptam az anyagait, műszaki leírásokat, a terveket és minden egyebet. Az észrevételeim az anyagok alapján, amit így visszaírtam, az a lényeg, aki még nem tudja, hogy egy új háznál én elkérem mindig előre a dokumentációkat, mert ez alapján én észrevételezek dolgokat. Az a legjobb egyébként, ha a dokumentáció mellett kapok építési fotókat is. Ez már sok esetben benne van egyébként az ingatlan hirdetésében, de most jelen esetben például a megrendelő fotózott, aki korábban kint volt. Ezt az észrevételezést, ez nekem egy fél órás munka körülbelül, tehát leírom konkrétan, hogy melyik műszaki leírásban mi van benne. Hallgassátok vissza, van egy Mit jelent a műszaki tartalom című podcastem, abban részletesen ki van fejtve, hogy miért lényegesek ezek. Tehát én azt vizsgálom, hogy ellenmondások vannak-e egymáshoz képest a dokumentációban, illetve hogy érzésre, tehát mi, hogy tervezőként is dolgozom, érzésre jók-e azok a dolgok, amik a tervdokumentációban szerepelnek. Na, a statikai dokumentációban annyi volt, hogy fafödém 7,5x15-ös két oldali fogópárként megoldva, max. 80 cm-enként. A tervben ez már függesztővel és ferdedúccal szerepelt, tehát itt már volt némi kis ellentmondás. Tetőszerkezetre annyit írt a statikus, hogy 10x15-ös szarufákkal, max. 80 cm-enként és acélszeglemezekkel vannak a kötések. Ezt azért írtam fel, meg azért írtam ki, mert ezeket le kell ellenőriznem a helyszínen, hogy tényleg ezek vannak-e beépítve. Szerintem 5x15-ös fogópárokat raktak csak be. Nem derült ki a fotóból egyébként, amit kaptam, de nagyon kevés helyen látom azt, hogy 7,5x15-ös fogópárokat raknál. Áthidalókra A10-eseket írt ki a statikus, tehát 3 darab áthidalót a 30-as falba nyílásonként. Csak megjegyzés, hogy a statikus azt írta, hogy 6,5 cm magasak az áthidalók, na most az A10-es áthidaló az 8,5 cm magas. De mindegy, ez már csak egy kis szurkálódás. Az oronfalak tetejére vasbeton koszorút írt ki, erre is kíváncsi leszek, hogy készült-e ilyen. Földszinti alaprajz alapján az észrevételeim. Az étkezőasztal mérete nem valós, nem marad ekkora hely, ha 4 székes lesz az étkezőasztal. Hát ezt nagyon sok helyen lehet látni, hogy egyszerűen a tervező programba zsugorítják az asztalt, tehát nem az a valós mérete van ráhelyezve az alaprajzra, ami ténylegesen lesz, ezáltal megtévesztő egy laikus számára, hogy mekkora hely van még az étkezőasztal körül, illetve mekkora hely van mellette átközlekedni. Az egyeselő szobában hallani lehet majd a fürdőszobában a falba vésett vízcsöveket és lefolyókat. Ez azért van, mert a 10-es falra közvetlenül rá van rakva a mosdó, és ha nincs egy előtét fal, akkor ebbe a 10-es falba belevésik a lefolyót, illetve a vízcsöveket, ez susogni fog majd a szobába, ha használva van a mosdó. 120 cm-es ablakok egyszárnyúban nem jók, mert a három rétegű üvegezés súlya miatt az ablakszárnyak leülnek idővel, mert a vasalat egyszerűen nem bírja el. Tehát normális ablakgyártó nem csinál 100 centi feletti szélességben három rétegű üvegezéssel egyszárnyú ablakot, mert egyszerűen nem lesz jó. El fog állítódni, folyamatosan a vasalaton állítani kell, tehát nem jó. Ezt sajnos a fotók alapján láttam, hogy le lett gyártva egyszárnyúban, majd ellenőrzem a méretét, hogy 120-as-e. Konyhánál javasolt a parapetet 100 cm-re növelni, mert a mostani 90-nél a konyhapult magasságával egyező lesz a párkány, ami problémás tud lenni. Magyarul, ha a konyhapultot 90 cm van, az egy síkba fut a párkánnyal, ami azt jelenti, hogy vagy a konyhapultot kellene befuttatnod az ablakpárkányba, tehát oda, hogy az jól is nézzen ki, vagy lesz benne ott egy ilyen nagyon hülye 1-2 centis ugrás meg anyagváltás, és ami nem mellékes, hogy azért szokás a fal mellett egy vízvetőt berakni körbe a pult körül, tehát hogyha ott nem tudunk vízvetőt berakni, mert nincsen hely az ablakpárkány alatt, akkor ott be tud csordogálni szépen a víz, vagy éppen az, amit főzünk és kibugyog. Metszeten észrevételek, 12 centi lépésálló EPS 200-as volt leírva, most az EPS 200-as az semmiképpen nem indokolt a sima ajzatba, mert nincs rá szükség, sima EPS 100-as kell.
Terasznál nincsen kent vízszigetelés a burkolat alatt, ami nagy hiba. Föl fog fagyni 5-8 év alatt a kültéri burkolat, ha ragasztó lesz. Homlokzaton 15 centi grafitos LPS-t írtak. Építés műszaki leírásban említve van a redőnytokos kialakítás, de ez a metszeti rajzokon sehol nem jelenik meg. Tehát ez egy kérdőjel. Az építész műszaki leírásban már 13 centi lépésállót írtak, ahogy mondom, a metszeten 12 centi volt leírva. Fűtést pedig gázkazánosra írták. Az épületgépészeti műszaki leírásban levegővizes hőszivattyús fűtés van, kamrában elhelyezve a hőszivattyú. A fűtés az padlófűtés. Használati melegvizet is szintén a hőszivattyú állít elő egy 120 literes indirekt tárolóval. Az energetikában sima fehér LPS volt beleírva, nem pedig grafitos a külső homlokzati hőszigetésbe. A padlóba itt is 13 centi lépésálló LPS volt beleírva, a fűtésre pedig hátarifás hőszivattyú padlófűtéssel. Az elektromos részben háromfázis hátarifa a hőszivattyúhoz, illetve nappalira 3x20 amper. Tehát ezek tök jó. Az átküldött képek alapján a métervonal körülbelül 120 centire van, tehát 10-12 cm hőszigetés elfér a padlóban. Ezt majd le fogom mérni természetesen a helyszínen. Sima fehér LPS lett felrakva a homlokzatra. Hála égnek van beforduló XPS-ünk az ablakkávákon. Viszont nincsen redőnytoknak hely kialakítva, ezért redőnyt csak az ablaküveg jelentős csökkentésével lehet felrakni. 16 centis egy redőnydoboz magassága, annyit el fog venni az ablakfelületből. Válaszfalak nincsenek a földénig felfalazva és kiékelve. Ha az álmennyezet nem helységenként külön lesz, az nagy hiba lenne, ezt már elmondtam több podcastben, akkor gyakorlatilag, ha van egy egységes álmennyezetünk, az dobként viszi a hangot egyik helységből a másikba, tehát nem teljesül a léghanggátlás így a helységek között. Az van a műszaki leírások, vagy műszaki előírásokban, hogy a válaszfalakat az föl kell vinni a földémig, kiékelni, és a tálmennyezetek azok helységenként külön kell, hogy készüljenek. Ami látszott még a képeken, hogy a nyilázárok azok kömmerling márkájúak, ami erős közép kategóriásnak mondható, tehát nem rossz. Összegzés. Azt írtam, hogy a kapott tervek és infók alapján nem tűnik rossznak az épület, van némi ellentmondás a dokumentációban, de ezek nem vészesek. A hőszivattyú és a puffer tartály, tehát az indirekt tároló, a kamrának kamrát az teljesen ki fogja tölteni, ott nem marad hely majd ténylegesen kamrának használva, hát nem beszélve arról, hogy ott futnak akkor a csövek, a hőszivattyú, tehát az nem lesz egy hideg kamra, az mindig is fűtött térnek kell tekinteni. Azt írtam még, hogy a tető és a födén méreteit ellenőrizni kell, valamint az álmennyezeti helyzetet tisztázni kell. Hát ezek voltak a észrevételek az átküldött dokumentációk alapján. Meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Ti egy másodperc múlva halljátok. Nekem még van egy óra utam, meg utána még a szemle. Hazafelé felmondom a részleteket. Meglátjuk, hogy milyen ez az épület. Megvolt a szemle. Lehetne mondani a na ugye én megmondtam ott. Ami a legfontosabb, hogy a fogópárjaink azok tényleg 5x15-ösek. Viszont függesztővel meg feltve támaszokkal, és 80 cm-enként. Tehát részben belettek tartva a statikai előírások. A fesztávunk az 7 méter 30, jól emlékszem, mindegy 7 méterrel, valamivel 7 méter fölött. Ezért én azt mondtam a megrendelőknek, így a kivitelező nélkül, tehát félrevonultunk egy kicsit, hogy igazából én ezt le fogom írni megjegyzésnek, hogy eltér a statikától, és nem felel meg annak. Viszont ezzel az én tapasztalataim alapján nincsen semmi gond. Tehát én már 2010-ben is terveztem 10 méteres fesztávra függesztett fogópáros födémet, ahol a statikusom ezt az 5x15-est írt, aki 90 centis osztás közzel, az ég egyatta virágon ott sem lett vele semmi probléma, és hát ott ráadásul, ugye már a 10 méteres fesztáv miatt, ott toldást is bele kellett raknunk, de azzal sem lett az ég egyet a világon semmi baj, tehát én ezt el tudom fogadni a 5x15-öst két oldaliba 80 cm-enként. A válaszfalak azok nem érnek fel a hőtükrös fóliáig, viszont a belmagasság az alatta lenne, és rákérdeztünk a kivitelező képviselőjénél, hogy hát hogyan lesz, és mondta, hogy hát igen, helységenként külön
álmennyezet lesz, tehát ez így oké. Okay. Viszont a válaszfalak nincsenek kiékelve a fafödémhez, ami viszont problémás, hanggátlás szempontból is, meg egyébként is. Erre azt mondta a képviselő, hogy meg lesz csinálva, ahogy én mondtam. Tehát, hogy sok kivitelezőnek az szokott lenni a kifogása, hogy azért nem ékeni ki, mert hogy fafödém van, és hogy ékelje ki a fafödémhez? Hát úgy basz ki, hogy felraksz keresztbe 2 méterenként deszkát, utána hosszába a válaszfal fölé is egy deszkát rácsavarozol, erre a keresztbe rakott deszkákra, és utána ehhez púrhaba ki tudod ékelni. És mondta a kivitelező képviselő, hogy hát igen, ez így lesz megcsinálva, majd kíváncsi leszek rá. Szerintem ezt látta rajtam. A kamrából mosókonyha lesz, plusz gépészet, tehát oda be fog férni a hőszivattyú beltérjegység, az indirekt tároló, illetve egy mosószárítógép egymás fölé. Ezt elfogadták a megrendelők, hogy akkor ebből ez lesz, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Amire kíváncsi voltam nagyon, hogy a ház, hát nem két ellentétes végében, de a ház közepén van egy vízes blokkunk meg az egyik sarkába. Kíváncsi voltam, hogy felálltak-e a szerelőbetonból szennyvíz strangokkal, és hát kiálltak, tehát mind a két vízes blokknak van külön szennyvíz felállása. Mi az Isten zörög? Tetőszerkezet egyébként az volt, tehát 10x15-es szarufák, 80 centinként, ahogy mondtam, függesztéssel és ferde támaszokkal, teljesen jó. Látszó ereszünk van, tehát látszó szarufavéges ereszünk van lambériázással, cseppentőlemezünk nincsen, ami egy kis negatív vum, vagy negatív pont. Közelgyapott hőszigetelésünk van egyébként az álmennyezetben, tehát ez teljesen megfelel az előírtaknak. 15 centi fehér hungarocell került a falakra, ami a dokumentáció egyik részének megfelelt, mivel nincs is semmi baj igazából. Lábazaton XPS hőszigetelésünk van, tehát az is rendben van. Az erkély ajtó, ami a terasz felé néz, az egyelőre ilyen lemez bakokra, tehát vas bakokra van állítva, ami nem szerencsés, mert nagy valószínűséggel úgy fogják megcsinálni ennek a hézak kitöltését, hogy vagy itokot faragnak be alá, vagy pedig XPS-t. Mind a kettőre igaz, hogy nem lehet normálisan megoldani utána a vízszigetelést. Rácsapódik a nedvesség az erkély ajtóra, konkrétan az eső, az végig szépen lefolyik az ablaküvegen, és befolyik az ajtó alatt, azon a résen, ahol mondjuk az itó meg az XPS között rés van, és ez belül okoz komolyabb problémát, ugyanis a padlófűtés miatt olyan páranyomása lesz az oda bemenő víznek, ami tönkreteszi a parkettát vagy a ragasztott kerámia burkolatot. Ide mindenképpen javasolt lenne turenitből bevágni egy alsó toktoldót, amire rendesen fel lehet kenni a vízszigetelést. Azt számoltam, hogy ez egy 1,80 széles erkélyajtó, 20 cm magasan, az mondjuk fél négyzetméter purenit, az 5 centi purenitnek ilyen 47 ezer forint körül van most négyzetméterre, tehát 20-25 ezer forintból ez megvan. Ezt a pluszköltséget mindenképpen érdemes kifizetni, még ha pluszköltség, akkor is, mert ez egy jó megoldás tud lenni. És hát, ha egy kicsit ebből tanul a kivitelező, és a következő házát már így építi. Ami érdekes volt az egészen, hogy ez 5 épület egymás mögött, és egy nyeles megközelítése van, tehát lesz egy gépkocsi bejáró a tereknek az egyik oldalán, ahol mind az 5 ingatlant így szépen sorba fűzve meg lehet közelíteni. Ez azért érdekes, mert a vízóra és a villanyóra, valamint értelemszerűen a szennyvíz csatorna is, az utcán kap helyet, tehát az az ingatlan, amit most megnéztem, és leghátul van, hogy 100 méteren van 25-ös KPE-cső berakva a vízcsőnek. Tehát ez szimplán nyomásesés miatt, itt azért lehet probléma a víznyomással. Ami szerencse, hogy a vízóraknában a telekre a bekötés az nem simán egy 32-es csővel történt, hanem 63-assal, és az oszlik 5 felé. Kicsi az esély rá, hogy nagy nyomás, esés nyomás veszteség legyen, kivéve ha mind az 5 ingatlanban egyszerre kezdenek el zuhanyozni és mosogatni és egyebek. Ez az egyik dolog. A másik az az, hogy a villanyóra ilyen esetben tényleg nagyon, meg a villanybetár nagyon kardinális kérdés.
azt láttam, hogy ha nem is 3x20 amper lesz a házban, de 3x16 amper van felszerelve, legalább ez azt jelenti, hogy az 5R-es kábel hátra megy az ingatlanhoz, mert láttam már olyan, hogy telek elején ott van az egyfázisú mérőóra szekrény, és a hülye kivitelező sajnálta a pénzt lerakni az 5R-es kábelt a földkábelbe, hanem lerakta a sima 3R-eset, és ahhoz, hogy az ingatlanba háromfázisú betáp lehessen, ahhoz végig kellett ásni, vagy végig kellett volna ásni a már letérkövezett, lerakott nyelet végig. Ez egy baromság. Itt legalább ez normálisan meg van csinálva. Ami viszont nincs meg még, az a szennyvízbekötés. Egyáltalán nincsen szennyvízbekötés, tehát a legelső háznál láttam egy szennyvízcsonkot, illetve a legelső ház előtt, de ezt végig kell vinni azon a 100 méteres nyílen. Értelemszerűen nem 110-es átmérővel, minden ingatlannál tisztítóidommal, tehát ezt normálisan meg kell csinálni, ezt ellenőrizni kell a későbbiek során. Az épület egyébként olyan készültségben volt, hogy álltak a falak, kívül a drive-vitozás már megvolt színezés nélkül, benn voltak a nyílászárók, bejárati ajtót kivéve, mármint a külső nyílászárók, belül válaszfalak, vakolat minden nélkül, és ilyen nagyon alap basic gépészet, hogy a konnektorokból már elkezdtek kiállni a csonkokkal, meg hasonlók, tehát nagyon basic felszerelése már volt a dolgoknak, illetve a födénbe berakták a kőzetgyapott hőszigetelést a fogópárok közé, Z alakú drótozással, és alulról fel volt rá takkerolva a hőtükrös párazáró fólia. Tehát ez egy emelt szerkezetkész állapot. Szerkezetkész állapot az azt jelenteni, hogy nincsenek benne nyílászárok és nincs válaszfalak, meg nincs födémhőszigetelés, ez egy emelt készültségnek mondjuk. Ez körülbelül ilyen 50%-os készültség egyébként a mostani állapotában, vagy 55 mondjuk külső hőszigetelésre együtt. Az összes többi ingatlan is hasonló készültségi állapotban volt. Volt olyan épület, ahol már az aljzatnak a vízszigetelése megvolt. Értelemszerűen itt is meg lesz a kivitelező képviselője szerint, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Kértünk építési fotókat, mert hogy kivitelező mondta, hogy vannak, és amit nekem mutatott a telefonján, nagy büszkén, hogy hát a vasalás benn van, ez a szerelőbetonnak a vasalása, tehát a betonplacnak a vasalása, amiről indul a téglafalazat, és hát az látszódott a fotón, hogy hát oda csak egy 4-2-es vasháló került be, a statikába ennél természetesen jóval nagyobb van beleírva, mert hogy a szabványok nagyobbat követelnek, tehát saját magát árult el a kivitelező. Itt én erre nem mondtam semmit, csak bólogattam. Félrevontam a megrendelőket, mondtam, hogy én le fogom írni, ha megkaptam ezeket a képeket, hogy hát ez így nem megfelelő, mert nem felel meg a statikának, de én a saját házamban, amely 2009-ben is ezt a 4-2-es vasat raktam be, vashálót raktam be, 2012 után az eurókód bevezetésével szigorodtak meg nagyon a szabványok, de azért egy 6-os hálót illett volna belerakni, de picik a fesztávok, nem lesz ezzel semmiféle probléma ennél az épületnél. Tehát ebbe belekötök, de igazából ez nem egy olyan dolog, ami akut probléma lenne, ez inkább ilyen ennyebenye. Ahogy írtam az előzetesben, hogy hát redőnytokos kialakítás a képek alapján nem készülhet, és ez így is van, tehát az áthidalókat nem eltolva építették be, meg most már körbe drájvítozták, beforduló kávák is megvannak, nem lesz redőny, illetve ha lesz, akkor az 16 centit el fog venni az üvegfelületből. Tehát ezt máshogy kell megoldani, az árnyékolást. Összességében elmondható az épületről, hogy erős középkategóriás a mostani építőipari piacon. Nyugodtan meg lehet vásárolni, nem lesz vele probléma, viszont a befejező munkáknál fokozottabban oda kell figyelni a dolgokra. Mivel ez az ingatlan tőlem 100 kilométerre van, ezért annak a díjazása, hogy én kimászkáljak folyamatosan ellenőrizgetni a további munkákat, hát az combos lenne, hát most konkrétan 80 ezer forint lenne, nem tartom indokoltnak, ugyanis a befejező munkák meg egyebek már fotó alapján is ellenőrizhetőek. Ha nekem folyamatosan küldi a megrendelő, mi hogy ők ott laknak a közelben, mármint településileg a közelben, meg ki fognak értelemszerűen mászkálni. Tehát ha küldenek nekem fotókat, arra én tudok küldeni egy oké vagy nem oké visszajelzést, és mondjuk a D
építkezés végéig, amikre oda kell figyelni, mondjuk nekem belekerül plusz egy óra munkámba, az, hogy oké, nem oké, elve leírom a dolgokat, vagy ha valamit le kell írni részletesebben, legyen akkor 2 óra összesen, akkor az 20 000 forintból így távmunkában, távnézésben megoldható. De az, hogy én kiüljek 5-6-szor alkalmanként 80 000 forintért, ennek nem látom értelmét. Amit ellenőrizni kell ennél az ingatlanál is, így fel fogok sorolni, az válaszfal kiékelése, jó lenne, ha megcsinálnák. Bitumenes vízszigetelés szerelőbetonon, ezt 99%-ig meg fogják csinálni, mert mondom, az előtte lévő épületeknél azt hiszem, hogy 2-nél már készen van, mert azok már olyan készültségi fokban vannak. Akkor az erkélyajtó alá a uranitnek a behelyezését azt szeretném látni, illetve ott a felkent vízszigetelést, hogy az meg legyen rendesen csinálva. A padlófűtésnek a letekerését, dilatációknál a dilatációs csődarabok elhelyezését, ezt jó lenne látni, meg egyáltalán a letekerést, hogy jól van-e megcsinálva. Esztriknél a dilatálást, tehát az ajzott esztriknél. Gipszkartonozásnál jó lenne látni a profilozást, hogy hogyan készül, tehát hogy kétsoros profilozás készül, lehetőleg fémvázzal. Ezeket mindez fotón lehet látni. Akkor a vakolást, mert ott voltak egyébként az épület mellett a zsákos vakolóanyag raklapszámra, tehát biztos, hogy vakolva lesz, meg az egyik épület már előle elkezdték vakolni, tehát hála Istennek nem gipszkartonozva lett, mert az egy vörös poszt a szemembe, ha belülről ragasztott gipszkartonozás van a falon. Nagyon sokszor elmondtam már, hogy miért. És az tényleg olyan, hogy képes vagyok megindokoltan mindennel együtt azt mondani, hogy gyerekek, ha ragasztott gipszkartonozás van egy új épületen, akkor nem vesszük meg. Amit mindenképpen látni kell, azok a kent vízszigetelések a vizes blokkoknál, burkolás előtt, tehát az ajzaton, hajlaterősítő szalagokkal, falaknál felkenve, zuhanyzónál, kádnál, burkolás előtt mindenképpen csekkolni kell, de szintén egy fotóval. Illetve hát, amit mondtam az előbb, a szennyvíz ároknak a kialakítását, illetve nem az ároknak a kialakítását, hanem a csövezésnek a kialakítását, azt jól lenne lefotózni, míg betemetetlen állapota előtt, hogy legyen róla képünk, mert pont nem régen találkoztam olyan házzal, ahol szürke csövet raktak be a szennyvíz bekötése, narancssárga kell, teljesen más anyagból van, nem időtálló a szürke. Most van egy olyan házfelújításom, ahol bár 20 éves az ingatlan, de benőtte gyökérzettel a szürke csövet teljesen a föld, és ezáltal nagyon komoly méretű dugulások vannak, tehát a teljes szennyvíz hálózatot újjá kell építenünk az utcáig. Nem vicces történet. Tehát ezekre oda kell figyelni. De ez tényleg egy fotó, látom, hogy ha nem fekete-fehér fotót küldenek, hogy narancssárga vagy szürke a cső, és ennyi. És ha szürke, akkor visszatom én, hogy nem megfelelő. Ha meg narancssárga, akkor annyi, hogy megy egy oké, aztán ennyi. Tényleg a távolból mind levezethetők, mind levéleményezhetők. Árban is egyébként ezen a településen ez jó árnak számít, nyugis a környék, úgyhogy én azt mondom, hogy a hiányosságok ellenére ezt egy jó vételnek tartom. Hát ennyi lett volna a mai nap. Sziasztok!